Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, miniszter úr sajnos eltávozott, pedig személyes szerettem volna az interpellációt intézni. Rablóból lesz a legjobb pandúr, tartja a mondás, vagyis azok az emberek tudnak a legtöbbet egy helyzetről, akik keresztülmentek bizonyos tapasztalatokon, és kijöttek belőle. Miniszter úr, meglehetősen furcsa belépő, hogy egy miniszterjelölt, ráadásul a nemzeti vagyonpolitikáért felelős miniszterjelölt az első bizottsági meghallgatásán magyarázkodásra kényszerül korábbi ügyvédi, üzletemberi tevékenységével összefüggő offshore kapcsolatai miatt. Miniszter úr ugyanis a miniszterjelölti meghallgatásán többen is kérdezték tőle a gazdasági bizottságban és a költségvetési bizottságban különböző offshore hátterű cégekben történt korábbi szerepvállalását. Elegendő itt az Enternet ügyet, Ramaris ügyet vagy az Oxygen Wellness ügyel kapcsolatos sajtóhírekre utalni. Miniszter úr ezeket a híreszteléseket visszautasította, és kijelentette, hogy nem offshore lovag, hiszen Ciprus nem minősül offshore helyszínnek. Sőt, miniszter úr tovább ment, és az alábbiakat mondta. A kormányzat szándéka egyértelmű, offshore hátterű cégek közpénzhez nem juthatnak, illetve offshore hátterű, hangsúlyoznám, offshore hátterű, tehát Menszigeteki, meg Panamai, tényleges tulajdonosi körrel nem rendelkező, névleges tulajdonnal, tulajdoni háttérrel rendelkező cég ne kapjon állami megrendelést, ne kapjon közpénzt. Ezt 100%-ig támogatom én is, és a kormányzat egyértelműen foglalt állást ebben a kérdésben. Miniszter úr által elmondott fenti mondatokkal mi is, és jó magam is egyetértek. Offshore hátterű cégek közpénzhez nem juthatnak, állami megrendelést nem kaphatnak. Az Orbán kormány eddigi gyakorlata és az ön korábbi tevékenysége azonban mást mutat. Ön is az előző ciklusban a Gazdasági és Informatikai Bizottság tagjaként kifejezetten támogatta, hogy a magyarországi letelepedési államkötvényekkel Kajmán-szigeteki, szingapúri, máltai, ciprusi, svájci cégek üzleteljenek és állami megbízáshoz juthassanak. Az Orbán kormány kifejezetten lehetővé tette, hogy köztulajdonban álló cégek offshore hátterű cégekkel üzleteljenek, lehetővé tette, hogy belizi Kajmán-szigeteki hátterű, de valójában Orbán Viktor személyes ismeretségébe tartozó Garancsi István is az MVM partneren keresztül állami megrendelésekhez, szerződéshez jusson. Ha miniszter úr komolyan gondolja a miniszterjelölti meghallgatásán elmondottakat, akkor válaszoljon a kérdésekre. Mikor terjeszti az országgyűlés elé azt a törvényjavaslatot, amely megtiltja, hogy állami cég offshore hátterű céggel üzleteljen, ilyen céggel szerződést kössön? Az állami vagyon feletti tulajdonosi joggyakorlóként mikor ad utasítást arra, hogy az állami cégek az offshore hátterű cégekkel fennálló szerződéseiket szüntessék meg? Várom válaszát. Köszönöm szépen. Köszönöm. Tisztelt országgyűlés, válaszadásra megadom a szót.